május 18-án Színnel lélekkel címmel nyílt meg a manókból, tündérekből és egyéb mesebeli figurákból álló kiállítása Bakus Veronikának a Dési Huber István Művelődési Házban. A művész a PowerPoint technikában találta meg azt a kifejezési formát, amely segítségével életre hívhatja saját belső világának lakóit. A technika megalkotója Josephine de Rood holland művész, alapja pedig egy levegőre száradó speciális ragasztó. 2017-ben találtam erről egy videót, tehát korábban dekopás technikával foglalkoztam. Albert Hirschen, ahol lakunk, ott lehetőség volt olyanra, hogy kijárjunk ilyen adventi vásárra, ilyen kis kézművesek körébe bekerültem ezzel a technikával. Ugye a karácsonyi vásárnál kerestem így ihletet, hogy mivel bővítsem a kis termékeimet, és ekkor találtam rá a PowerPoint technikára, akkor láttam róla egy videót. Nagyon-nagyon megfogott a kis részletességével, viszont ugyanakkor még más láttam benne. Tehát ott inkább az, hogy teljesen más lehet belőle összehozni. Ekkor volt az, hogy keresni akartam egy oktatót, hogy megismerjem a technikának a rejtelmeit, hogy mégis hogy hogyan tudom alkalmazni, és a Szegen találtam egy hölgyet. Szilárdi Elinának hívják az oktatót, egy kis tüneményes kis hölgyike volt, tehát a ő kezei alatt hát tanultam meg. Isten igazából elég volt az anyaghasználatot megmutatnia. És onnantól fogva jött az, hogy éreztem, hogy ez az én kis világom. Nekem nagyon tetszik ez a technika. Kicsit utána néztem, így amikor készültem Veronikából, és azt láttam, hogy 2016-ban gyűrűzött be ez a PowerPoint technika Magyarországra. Ebbe éreztem azt, hogy belerakhatok mindent, tehát bármilyen érzést, akár a szomorúságot, akár egy lelki fejlődést, akár egy boldogságot, akár azt, hogy más ember is mit kaphat ezekből a dolgokból. Hogy ez a szerelem, ez így kezdődött. Én is nagy híve vagyok az újrahasznosításnak, és az a technika, ez pont arra jó, hogy amit már kidobnánk, itt a legkisebb függönykarikától kezdve a bármilyen limlom, még a cipzárokat láthatunk például Veronika képein, mindent fel lehet használni. Akár ilyen kis lomis piacokról is, ismerősöktől is kapok dolgokat, bárhonnan, de akár a természetből is. Tehát ugyanúgy a kagylókat is, kavicsokat is, bármit ugye fel tudok benne használni. Egy érzés után jönnek a gondolatok, hogy mit szeretnék meg összehozni. Tehát van úgy, hogy egy reggel arra kelek, hogy egy arc jelenik meg, egy forma jelenik meg előttem, akár egy hangulatból is. Néha van olyan, hogy meglátok valamit, ami szintén inspirál, vagy akár egy zene is. Tehát többféle helyről kapom így a ihletet. Szeretem egy kicsikét ezt a misztikus világot. Pláne azért is, mert sok a sablonos téma ebbe a PowerPoint virágba. És úgy gondoltam, hogy keresek egy olyan vonalat is azért, amivel egyedivé tehetem magamnak ezt a dolgot. És itt találtam azt meg ebbe a kis misztikus világba, amiben még úgy nagyon nem kapaszkodott bele senki, hogy ezt úgy magamévá teszem jobban. Mélységei vannak mindenképpen az alkotónak. Hogy mi van ebben a mélységben, azt nem tudom, hogy mi lakozik, de például beszélgettünk, és azt mondta, hogy neki a legnehezebb az alien figurát szimbolizáló kép megalkotása volt. Illetve volt még egy munkája, amit megrendeltek tőle, egy 170 cm magas kaszás, tehát egy halál figurának az ábrázolása, és ez volt a két legnagyobb kihívás az ő számára. Egyrészt, hogy adja át az alien figurának a gonoszságát,
ezzel ő nem tudott lelkileg azonosulni. Ez egy kihívás volt számára. Azért gondolom, hogy Veronika Manócskáinak helye van egy mesekönyvben, mert hogy jó magam is mesekönyveket írok, és abszolút beleillenek abba a világba, ami megjelenik a mesék lapjain. Ahogy a Laurát úgy megismertem a mesekönyveivel, ő valószínű, hogy erről közelíti meg, de lehet akár így egy kis mesekönyv szereplőinek is beilleszteni őket. Érzelmi intelligencia függő, hogy mi az, amire manapság egy gyerek ráharap. Én így látom. Ez azért érdekes, mert mi jártunk egy iskolába, és kérdezgettük őket, hogy ki a kedvenc szereplőjük, és nagyon sokan. Tehát szinte 50-50%-ban mondtak gonosz kedvenc karaktert, mint jót, és amikor megkérdeztük, hogy miért választottak gonosz karaktert kedvencnek, akkor azt mondták, hogy hát mert a Darth Vader sem olyan volt, tehát hogy valami történt vele, és ezt ő így érte meg, hogy gonosz lett valamitől, tehát hogy látják a rosszban a jót. Ez nálam nem született úgy, hogy képzőművészetibe járjak, hanem gyerekkorom óta szeretek így kézműveskedni, alkotni. A rajzolástól elkezdve nagyon sok mindennel, és ez később formálódott úgy, hogy ebbe találtam meg úgy jobban magam. Testvér, csak lábújjegyen jár velem. Csak nagyon halkan, nagyon csendesen. Amerre járunk, ne rezzenjen egy kis levél sem meg. Ma a lelkem olyan, mint a tó, legkisebb rezzenéstől megremeg. Bakos Veronikának Vas Albert a kedvenc magyar írója, költője. A kiállítás megnyitóján több költeménye is elhangzott Nagy Norbert előadásában. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. Pár évvel ezelőtt egy olyan 5-6 éve kaptam könyvet testvéremtől, és nagyon-nagyon megfogott a személyisége. És ahogy olvastam a verseit, nagyon közel állnak hozzám. Pláne a legelső vers, az előhang, tehát az az, ami nagyon-nagyon sok erőt ad nekem is. Akár az életemet is merítem belőle. Kormos Károlyné vagyok, a Veronika egykori osztályfőnöke, és itt a mellettük lévő szomszédiskolában jártunk. 5. osztálytól voltunk együtt a végeztéig, a általános iskola befejeztéig. Egy borzasztó csendes, ilyen mindenért szinte bocsánatot kérő, ilyen óvatosnak is nevezném. Nagyon ragaszkodónak ismertem meg. Ha bármi volt, akár öröme, akár bánata, mindig elmondott mindent, szerették az osztálytársai. Itt nőttem fel, 4 éves koromba kerültem a Napfény utcába, egész pontosan. Ide jártam iskolába, általános iskolába. Végül is majd, hogy nem 20 évet itt éltem. Elsősorban mi a József Attila lakótelephez valamilyen módon kötődő alkotóknak a kiállításait látjuk
vendégül itt a Dési Művelődési Házban. Persze nem ritka, hogy vidékről, esetleg külföldről is érkeznek hozzánk alkotók. A nyári szezon az június végéig tart nagyjából, akkor szedjük le Veronika kiállítását. Lesz majd egy nyári szünet, és szeptemberben indulunk újra.